Sziasztok, sziasztok, mindenkit szeretettel köszöntök. Megvárom, még egy kicsit megérkeztek, és akkor elmondom, hogy mi újságban Bíró Norbival Rába Szent Andrásról. Biztos tudjátok, hogy Bíró Norbi több mint 300 kiló feletti elhízással 56 éves korában. Ő ugye megkeresett engem bő két héttel ezelőtt, hogy segítsek rajta, támogassam a fogyását, és hát tudjátok jól, hogy el is látogattam Rába Szent Andrásra, és meg is beszéltük, hogy másoknak is szeretne példát mutatni a fogyásról, és megmutatjuk azt, hogy hogyan fog tudni átalakulni. Biztos láttátok, hogy még a TV2 tégyek is leforgatta, szóval egy nagyon-nagyon szép, szívszorító interjú volt ez Rába Szent Andrásról. És hát kettő héttel ezelőtt ugye átvállaltam Bíró Norbi étkezési költségeit, biztosítva számára a ketó és a szénhidrát csökkentett élelmiszereknek az ellátását. Úgyhogy erről szeretnék beszélni, de a legfontosabb feladatom, mielőtt bármit is tettem volna, az volt, hogy felkérek egy professzionális szakembert, egy orvost, egy belgyógyászt, dr. Kurucsai Gábor belgyógyászt, hogy Bíró Norbit kivizsgálja. Ugyanis ez egy nem volt könnyű dolog, mert a szállítását is eddig tűzoltók oldották meg, és ugye az ajtófélfákat el kellett távolítani. Úgy került azok közé, a nyomorúságos körülmények közé, ahova bekerült, és hozzá is fogtunk itt egy nagyon kedves ingatlan irodával, Győriekkel, hogy megoldjuk a Norbinak a fogyása mellett a lakhatását, a lakás problémáját, úgyhogy ez a folyamat is elindult, és egy hét elteltével meglett az időpont, és végül is a szakorvos dr. Kulcsai Gábor eljutott Bíró Norbihoz, és megtörtént a teljes kivizsgálás, a laborvizsgálat, az áttekintés. A lényeg az, hogy nincsenek jó híreim. Tehát ezt azért mondom el, mert Bíró Norbi engem erre felhatalmazott írásban, hogy ezt elmondhatom, beszélhetek ezekről a dolgokról. Tudjátok, az van, hogy nagyon hosszú-hosszú évek óta már komoly túlsúllyal küzd Bíró Norbi. Igazából nem is olyan volt 150 kiló alatt, és az a laborvizsgálat és az az áttekintő kivizsgálás, amit Kurucsai doktor végzett, minket arra inspirált, hogy Bíró Norbihoz mindenképpen sürgősségi ellátást és mentőt hívjunk. Jól tettem, hogy ezt a kivizsgálást Norbi mögé állítottam, mert kiderült, hogy kb. 20-szoros, tehát a normál értéktől eltérően 20-szoros szintű szívelégtelensége van, és ami a legrosszabb, valószínűleg egy kezdődő, egy elég komoly hasnyálmirigy rákja. És ez nagyon szomorú téma. Ez több év folyamata. És tudjátok, hogy leginkább a 40 és 50 körülti hasi elhízott férfiaknál tarol a hasnyálmirigy rák. Valahogy ez hozza a genetika. Nem lehet ezt orvosokkal és pénzzel sem nagyon megúszni. Ha visszagondoltok Steve Jobsra, aki a világ leggazdagabb embere volt, vagy akár Patrick Swayze, aki hollywoodi sztár. És hát Bíró Norbi most benne van a kórházban ezzel a hosszan kialakult, nagyon súlyos betegséggel. Megbeszéltem vele, meg Nikolettával, a segítőjével is, hogy nem állok ki mögüle. Azt gondoljátok, hogy itt már nem az update-en fog segíteni. Tehát, hogyha bármiben támogatnom kell Bíró Norbit emberileg, anyagilag, erkölcsileg, orvosilag, amit mögé tudok szervezni, ezt megteszem. Látogatni nem tudom, tehát azt ne kérjétek, hogy menjünk be és élőzzünk a kórházban. Tudjátok, hogy Covid miatt le van zárva ez az egész folyamat. Itt és most meg kell dicsérjem nagyon maximálisan a magyar egészségügyet, mert meg tudták azt oldani, hogy Bíró Norbi speciális mentőszolgált által jusson el a kórházba. Ugyanis képzeljétek el, hogy a súlyából következően nem lehet bármilyen mentést
alkalmazni. Sokan nem fogják föl, hogy egyébként milyen az, amikor egy ember mondjuk 300 kiló. Tudjátok, most hogy mondjuk egy egyszerű vidéki példát a súlyokról, most nem a Biro Norbi témában. Amikor tudjátok, amikor elérkezik a mindenki által várt disznóvágás, akkor tudjátok, hogy 100-120 kilós disznót vágnak. Tehát az se egy embernek a súlya, hanem az egy disznóvágás. És 300 kiló egyébként egy megtermett normális ló. Tehát nagyon nehéz a mentőknek ezt a fajta súlytömeget szállítani, kezelni, orvosolni, és megoldotta ezt a magyar egészségügy, úgyhogy azt kérem, hogy ne szidjátok a magyar egészségügyet, akik emberfeletti munkával dolgoznak itt a Covid idején, és mondjuk úgy, hogy jelképes pénzekért. Na mindegy, Biro Norbi életmódváltása elkésett. És azért mondom el ezt a videót, hogy a te életmódváltásod ne késsen el. Tudom, hogy nagyon sok embernek az elhízás, a túlsúly, a has, meg a fenékméret, meg a combméret, meg a döngő léptek, az nagyon sok embernek ugye ez ilyen egyéniség kérdése, és ezt el kell fogadni. Gyerekek, ez betegség. Tehát aki túlsúlyos lesz, és nem kell 300 kilós, meg 200 kilósnak lenni, csak elég egy hasi elhízás, az nagy valószínűséggel cukorbeteg lesz, nagy valószínűséggel magas vérnyomású lesz, szívbeteg lesz, sztrokot kap, merrákot kap, hasnyálmirigykot kap, és meghal. Én nem akarom, hogy Biro Norbi meghaljon, és én még mindig van bennem egy olyan hit, egy olyan gondolat, hogy ha sokan imádkozunk érte, ha sok jó kívánságot teszünk az érdekébe, akkor talán túléri, de az biztos, ha beütitek a Wikipédián, nézzétek meg, hogy mennyi a hasnyálmirigyknak a túlélési esélye. Én azt olvastam, hogy műtéttel, akár egy évvel meg lehet hosszabbítani az ember életét. Szóval nagyon-nagyon-nagyon el vagyok keseredve. Sose kértek fel úgy engem az elmúlt 30 éves pályafutásom alatt, hogy el vagyok késve. Bizony, elkéstünk. Elkéstünk, de higgyünk a jó Istenben, és bízunk benne. És én azért mondtam ezt a videót nektek, hogy ti ne késsetek el. Nem érdekel, hogy update-eztek, vagy nem update-eztek, ez nekem teljesen tök mindegy. Mindegy, hogy milyen jellegű tesúlycsökkentő programba fogtok bele. Fogjatok bele. Mert Magyarországon gond 2,5 millió ember brutálisan el van hízva. És Magyarországon 2,5 millió embert fenyeget ezáltal a halál. És hát nem egy... Tudjátok, a hasnyálmirigy rák, az elhízás rákok egyik fajtája, és a legagresszívebb fajtája, és ez egy nagyon kemény dolog. Jó, ezeket akartam nektek elmondani, osszátok be ezt a gondolatot, nem akartam elsúnyogni, mert én sosem késtem el eddig az életem során. Most elkéstem. Te ne késsel, jó? Na, sziasztok!